Ma már társasház, egykor Kárpátia úrér szülőháza állt itt a Rákóczi úton. Emlékét tábla is őrzi a ház oldalán. Születésének évfordulója alkalmából ide érkeztek az emlékezők ma délelőtt. A Városi Könyvtár, a Kossuth Múzeum és a Kárpáti Aurél Irodalmi Asztal Társaság régóta ápolja az író emlékét, hagyatékát közösen gondozzák. Hozzájuk ezúttal a Kereskedelmi Iskola egyik tizedikes osztálya is csatlakozott. Városunk híres szülöttje Gungul Aurél néven jött világra, elemi és polgári iskoláit Cegléden végezte. Fiatalságát is a városban töltötte. Ehhez kapcsolódóan gondolatait Ifjúságom című versével tolmácsolta Kapda Bóladik Lívia, a Városi Könyvtár igazgatója. Ifjúságom, szép kocsi verseny, talán felporzik, s áttüzel még aranyfelhőd, e méla versen, mint messze szálló, drága emlék. Pályáját költőként kezdte, majd elbeszéléseket, tárcákat és néhány drámát írt. Különleges műfajú, úgynevezett irodalmi notesz leveleiből nőttek ki színi kritikái, amelyek végül a két világháború közötti irodalmi és színházi élet egyik legjelentősebb kritikusává, a nyugat első számú színi bírálójává avatták. Születésének évfordulóján természetesen most is koszorú került a tiszteletére elhelyezett emléktáblára.